Köszöntöm kedves nézőinket! Végre itt a nyár, így szülőként nagyon sok kérdés merül fel bennünk, hogy ha kicsi babánk van, vajon szükséges-e az anyatej mellé még vízzel vagy gyümölcslévelőt itatni, nehogy kiszáradjon, hogyan védjük a nagyobbak bőrét, milyen faktorszámú kenőcsre van szükség, illetve mit kezdjünk a szúnyogcsípéssel. Nagyon örülök, hogy elfogadta felkérésünket Sárosi Anita, az Életkezdet Szakmai Egyesület csecsemő és gyermek szakápolója. Azért fontos a ti egyesületetek ugye Zugló életében, mert hogy minden hónap utolsó szerdáján 13 és 15 óra között ingyenes tanácsadással várjátok az érdeklődő családokat. Akkor nézzük az első kérdést, ezt a táplálkozást így nyáron, főleg ha pici babánk van mondjuk 6 hónapos kor alatt. Üdvözlöm én is a nézőket. 6 hónapos kor alatt, hogyha a kisbaba kizárólagosan csak szopik, az édesanyja szoptatja, akkor a nyári melegben elég neki az anyatej, ez az ő fő tápláléka, étele, itala. Ilyenkor előfordulhat, hogy a kisbaba a nyári melegben gyakrabban kérezkedik, mert ez egy teljesen természetes dolog, itatni külön nem kell. Azokkal a babákkal, akik esetleg tápszert, vagy tápszeres kiegészítést is kapnak az anyatej mellé, mert kevés, ezeket a babákat napközben két etetés között pár korty forralt vízzel meg lehet őket itatni. Ez főleg történjen itató pohárból, vagy csőrös kis pohárkából. Említetted, hogy cicire kéreckedik a baba, mégis mit jelent ez? Lehet, hogy néhány első gyermeket váró, illetve első gyermekes édesanyja nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent, ha sír a baba, akkor tegyem erre, és akkor kiderül, hogy vajon éhes szomjas-e? Igen, általában a újszülöttek csecsemők jeleznek sírással, cuppogással, kis kezüket tömködik a szájukba. Ezek az éhségjelek. Ilyen esetben célszerű és fontos, hogy az édesanyja készen álljon és merre tegye a babáját, megszoptatja. Ez a nyári időszakban esetleg egy órában 3-4 alkalommal, vagy fél óránként, 20 percenként is bekövetkezhet. Mivel a tejnek az első része a szomjoltó, a hátsó zsíros része az éhség és csillapítja a babának. Úgyhogy a nyári melegben inkább, hogyha kérezkedik a baba gyakran merre, inkább ugye a szomjoltásról van szó, nem inkább az, hogy most éppen éhes. Hát ha jól értettem a szavaidat, akkor nem kell attól megijedni, hogy nagyon gyakran kéreckedik a baba, és sokszor, de keveset eszik? Nem kell megijedni, ez egy teljesen természetes állapot. Ilyenkor viseljük ezt türelemmel, nyugodtan, kitartással. Nézzük, ha 6 hónaposnál idősebb a gyermekünk. Ha 6 hónaposnál idősebb csecsemőről beszélünk, ugye ilyenkor is kizárólagos és fő táplálék ugye az anyatej, amíg szoptat a édesanya. Viszont ilyenkor már 6 hónapos kör fölött el kell kezdeni a kiegészítő hozzátáplálást. Ezek általában gyümölcs, illetve zöldségfélék. Ezeket a gyümölcsöket gyümölcslé formájában próbálgassuk először, ilyenkor a nyári melegben ez hűsítő hatással is vannak a kisbabánkra. Ez azt jelenti, hogy először csak egy alkalommal? Egy alkalommal csak egy fajtát vezessünk be, mondjuk kezdjük az almával, megkóstoltatjuk a babával egy-két kis kanállal a levét, majd későbbiekben következő nap megkóstolhatjuk pár kanállal a pépet is, az almapépet. Cukrozni a gyümölcsöket, gyümölcspépeket, gyümölcsleveket ne cukrozzuk, mert ez a baba szervezetét megterheli, a kis szervezetét és a veséjét is. Mennyi az az idő, amíg egy új étel, új ízvilágnak a bevezetése tart? Általában ez egy 2-3 hetet vesz igénybe, függ ugye a babának a tűrőképességétől is. Hogyha ízlik a babának, akkor lehet ezt esetleg elég hamar eljuthatunk ahhoz, hogy egy-két nap alatt, vagy egy hét alatt is már nagyobb mennyiséget tudunk neki adni, ez egy ilyen 50-100 millire gondolnék, de van olyan, amikor előfordul az, hogy a baba nem
tolerálja, nem tetszik neki ez az ízvilág, akkor ezt ne erőltessük, akkor ezt kicsit pihentessük, és egy másikat vegyünk elő, amit az ő korának megfelelő. Ha feltételezem, mindig idén gyümölcsöket használjunk. Igen, ez főleg ugye nyári alkalommal az alma, őszi barack, majd folytassuk a megy, cseresznye, és végül banán, narancssal. Az eper és az ilyen apró magvas gyümölcsöket, ezt egy éves korig kerüljük, tehát epermálna. Allergizáló hatások miatt is. Van-e még, amit egy éves kor alatt nem szabad adni? Ugye említettem az édesítést, a mézet is kerüljük egy éves kor alatt allergizáló hatása miatt. Ha egy évesnél nagyobb a gyermekünk, akkor szinte már ugyanúgy ehet, mint mi felnőttek? Vagy van-e valami befolyásoló tényező? Fontos ugye a darabos ételek bevezetése már ilyenkor. Ezt akkor kezdjük el, amikor a babának már hátsó fogai is vannak, hogy meg tudja jól rágni. Ugye egy éves kor felett már adhatunk különböző tejtermékeket, ez főleg a savanyított tejterméket, tóró, sajt, joghurtok, bár ezt már 9-10 hónapos körül elkezdhetjük bevezetni. Egy éves kor fölött próbálkozhatunk a tehéntejjel is, de ezt is óvatosan, mindig figyelve a babánknak a reakcióját, hogy nincsenek-e kiütések rajta, vagy pedig nincs-e esetleg ettől az ételtől diszkomfort érzése. Vannak az úgynevezett K-betűs ételek, ugye? Igen, szokásos. Momos, a káposzta, kelkáposzta, karalábé. Ezek ugye pufasztó hatásuk miatt nehezen emészhetőek. Ezt olyan 8-10 hónapos kor körül lehet őket bevezetni kis mennyiségbe, szintén figyelve a babának a reakcióit, nincs-e haspuffadás, hasfájás, esetleg hégszéglet ezektől az ételektől, és mindig csak egy fajtát vezetünk be, és a fokozatosság elve. Kis mennyiségben is később növeljük a mennyiséget, hogyha ez rendben lévő volt. Ha nem vegetáriánusnak szeretnénk a gyermekünket, akkor a húsokat mikortól és milyen hússal lehet kezdeni? A húsokat olyan szintén 8-10 hónapos kor körül, és első választás mindig a baromfi hús legyen, és utána a sertéshús. És itt is figyelve a kisbabánk reakcióját, és kis mennyiségben követve ezt a fokozatosság alapelvét szemmel tartva szintén. Van-e valamilyen szabály, hogy egy héten hányszor jó, ha húst adunk a gyermekünknek? Egy héten elég, hogyha egy-két alkalommal adunk húst, ez főleg a babakorának megfelelő zöldségekkel pépesítve, későbbiekben, hogyha már fogacskái vannak, hátsó fogai, akkor lehet darabosan is, kevésbé pépesre, és ezzel szeretnek is a babák így játszani, illetve fontos az, hogy az étkezésnél futva játszva ne etessük a babánkat, hanem mindig etetőszékbe ültetve, és így etetve őt, tehát hogy nyugodt körülményeket teremtsünk. És ez fontos a jó nevelés szempontjából is. Ugye a jó példaadás jó kapcsán, példa, hogy ilyenkor már lehet akkor az asztalnál együtt étkezni, ami egy nagyon fontos momentum, hogy akkor találkozik a család. Családi esemény az étkezés. Nézzük akkor a következő altémánkat a mai nap, ugye a bőrünk védelme, illetve az öltözködés. Főleg az első szülős gyermekeknek nagyon nehéz eldönteni, hogy néha kisüt a nap, néha beborul, hogyan öltöztessük a babánkat, aki 6 hónapos kor alatt, és mondjuk csak fekszik a babakocsiban. Fontos megválasztani azt, mondjuk egy 1-3 hónapos babáról beszélünk, hogy az öltözéke ne legyen műszálas, mindig ilyen pamut alapanyagú legyen. A nyári melegben fontos a kis kalap a fején, ami vállát, fülét és a nyakát védi, vékony body, esetleg egy kis vékony pamut nadrág rajta.
amit esetleg, hogyha változik az idő, melegebb van, le tudjunk venni. Fontos az, hogy egy kis textil pelenkával betakarjuk, de ha szabadon van, és nyilvánvaló, fontos megválasztani a helyszínt, hogy árnyék, vagy természetes árnyékoló, árnyékos helyeket keressük. Egy és három hónapos babánál különösebb fényvédelem nem szükséges, az idő megválasztása nagyon fontos, hogy 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk tűzőnapon a babával. Tehát mindig a reggeli könnyű séták, vagy a délutáni kis sétákat keressük, és árnyékos helyeken. 3 hónapos kortól akkor fényvédőkrémet használhatunk? Lehet alkalmazni fényvédőkrémeket, ez főleg jól megválasztva, gyógyszertárba szakember véleményét kikérve, illetve vannak már bio baba kozmetikumok is, ilyen fényvédőkrémek, ezek általában különböző illóolajokból és különböző fényvédelmet biztosító faktorokból állnak. A faktorszám az 50-nél ne legyen kevesebb, mindig 50 faktoros használjunk egy babánál. Fontos az, hogy elindulás előtt, hogyha sétálni indulunk, ugye a megfelelő öltözéket megválasztva, bekenjük 20 perccel a séta, 20-30 perccel a séta előtt a babánkat, és utána, hogy ugye ez vízállóak ezek a krémek, ez 2 óra múlva meg lehet ismételni. Mit tegyünk, ha strandon vagyunk? A strandon vagyunk, akkor is a természetes árnyékot keressük a kisbabánkkal. Esetleg lehet egy kis sátor, ahol az anyuka félrevonulhat a baba altatásánál, akkor is a könnyű ruházat, kis sapka a babának nagyon fontos, illetve esetleg egy kis pancsolót is lehet neki létesíteni, hogyha akarja egy kicsit, az anyuka megfürdetheti, hogy ezzel is hűtse a kisbabáját, és hogy komfortosabban érezze magát. Van-e valami szabály arra, hogy mennyi ideig tartózkodhat egy mondjuk 6 hónapos kor alatti baba a vízben, mondjuk a baba pancsolóban? Hát egy 10-15 percnél tovább ne tartózkodjon, tehát fontos az, hogy többször, de rövidebb időt töltsön a vízben. Ha nagyobb vízbe szeretnék vinni, mert mondjuk nagyobb testvér is van, akkor feltételezem fontos, hogy a különböző úszógumik használata, és az, amelyiknél csak a két kicsi lábacskája fér. Igen, ilyenbe is lehet, illetve az úszópelenka is kötelező ilyen nyári strandolásnál, illetve a kis úszógumik használata, de mindig a felnőtt felügyeletével történjen. Soha ne hagyjuk testvérre a csecsemőnket, babánkat, mindig a felnőtt felügyelje ezt a kis rövid pancsolást is, hogyha nagy medencébe mennek be. Mit tegyünk, ha mégis megtörténik a baj, és kicsit megég a bőre a babának? Fontos az, hogy hűsítő krémeket használjunk, ez főleg ilyen aloe vera tartalmú krémek legyenek, és árnyékba vonulni vele. És ugye fontos egy kis laza kis vízes áttörölgetéssel is lehet hűsíteni a baba bőrét. Elérkeztünk a 3. altémánkhoz, a különböző nyári rovarcsípésekhez. Mit tehetünk ekkor? Hogyan tudunk egyáltalán védekezni, mondjuk, ha babakocsiba toljuk a babánkat? Ugye ezekre a modern babakocsikra már vannak különböző ilyen rovarhárók, amit elég jól föl tudunk erősíteni, hogy védje az alvó babánkat, ha éppen egy kis sétára indultunk délután. Viszont hogyan tudjuk ezt még fokozni természetes védelemmel? Vannak különböző illóolajok, amit a babakocsi húzatára, vagy pedig a babának a takarójára, tőre távolabb eső csücskére tudjuk esetleg cseppenteni. Ezek citromolaj, illóolaj, citromfű, citronella és levendulaolaj. Ezeket alkalmazok, ezeket a rovarok nem szeretik, és távol tartják a babánktól az illatával a rovarokat. Mit tehetünk szülőként, ha mégis egy-két szúnyogcsípést találunk a gyermekünkre? Igen, ez elő szokott fordulni. Én azt javaslom, hogy ilyen esetben a szúnyogcsípés, ugye, ahogy megduzzad, vannak erre krémek. Van olyan krém,
illetve gél, amivel napra nem mehetünk, tehát ezt is jól megválasztva, hogyha éjszakára már ugye nem megyünk ki a babánkkal napra, akkor az éjszakára olyan krémet, amit lehet, hogy a napra már nem megyünk, illetve vannak különböző rázókeverékek, lanolinos krémek, ami nyugtatják a baba bőrét, és ezt a csípés duzzanatot visszahúzzák. Ha véletlenül mégis esetleg nagyon duzzadtá válna, hólyagocskák jelennek meg, fontos, hogy szakember véleményét kikérjük, gyerekorvos véleményét orvoshoz vigyük, hogy ő írjon föl erre nekünk különböző krémeket, ami gyógyszertári vény kötelesek. Nagyon sok családban megjelenik a gyerekeknél nyáron az úgynevezett meleg kiütés. Mit jelent ez pontosan? Mit lehet erről tudni? Hát a meleg kiütés általában nyakon, hónaljon, hajlatokban, pelenkával fedett területeken jelenik meg. Fontos, hogy szárazon tartsuk ezeket a hajlatokat, ruházatot, hogyha nagyon beizzadt a babánk, ruházatot váltsunk, illetve egy kis hintőporral vékonyan beszórva ezt szárazon tudjuk tartani. Ezekkel különösebb teendő nincsen, teljesen ártalmatlanok és maguktól elmúlnak. Tehát attól sem kell megijedni, mondjuk, aki nagyon izzadékony, hogy akár ezt a műveletet naponta meg kell ismételni. Igen, elképzelhető, hogy lehet, hogy egy babát naponta kétszer is, háromszor is át kell ültöztetni. A nagy kánikulai melegbe fontos, hogy egy kicsit lefürdetni. Lehet, hogy egy-két alkalommal jót tesz a babának, hogy megfürdeték egy picit. Kicsit hűsítse magát. Hogyan tudja az utazáskor segíteni a család a babának a nyaralását, az utazását? Mi az, amire odafigyeljenek? Nagyon fontos az, hogy tartsunk rövid pihenőket azért, hogyha megállunk, akkor kiszellőztetni az autót, egy kicsit a babát levegőn, természetes levegőn, árnyékba átpelenkázni, esetleg az étkezéseket arra időzíteni, hogy egy parkba étkezzenek a család, és úgy folytassák tovább az utat. Egy műsorunk végén mi az, amit nagyon-nagyon hangsúlyoznál így a nyár kapcsán, mire figyeljenek oda? Nagyon fontos a folyadékpótlás. A nyári melegben fontos a fényvédelem, a megfelelő ruházat megválasztása, és egy dolgot még említenék, a szemvédelme, a UV-szűrős napszemüveg használata, főleg a kékszemű babák igen érzékenyek, kevesebb a festékanyag a szemükben, és ez is nagyon fontos. Sárosi Anita, nagyon szépen köszönöm, illetve felhívnánk minden nézőnk figyelmét a Civilházban minden hónap utolsó szerdáján 13 és 15 óra közötti ingyenes klubra. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.